A 85-ös főút mellé Csorna határába építik az ultramodern gyárat. Az alapkőletétel ünnepségen a Rába közi születésű Áder János beszédében a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta. Mindaz, ami itt épült, tisztelt hölgyeim és uraim, közös siker lesz globális egymásra utaltságunkban. És ugyanakkor magyar büszkeség is. Mert legyünk büszkék arra, hogy miközben a világ teljes széndioxid kibocsátása 30%-kal nőtt az elmúlt 20 évben, Magyarország az elmúlt 25 évben 30%-kal csökkentette a széndioxid kibocsátását. Legyünk büszkék arra, hogy itt egy olyan gyár épül, amelyik 21. századi technológiával gyártja majd a napelemeket. Az üzemben több mint 200-an dolgoznak majd, és a tervek szerint hazai alapanyagokat használnak magyar beszállítók segítségével. Az itt készülő napelemek hatásfoka 30%-kal lesz jobb az ipari forgalomban lévő hasonló termékeknél. Mivel az itt alkalmazott napelemgyártási technológiák csúcsminőségű napelemeket képesek gyártani, és mindezt a legkorszerűbb berendezéseken, ezért kijelenthetjük, hogy a csornai üzemmel Magyarországon egy új iparág alapjai teremtődnek meg, amely magában foglalja az oktatási, a tudományos intézményi együttműködések bővülését mind itthon, mind külföldön. A 15 milliárdos beruházást a magyar kormány 1 milliárd forinttal támogatja. Az ipari komplexum két ütemben épül meg, a gyártás másfél év múlva indulhat, és az első időszakban várhatóan európai, közép-ázsiai és dél-amerikai piacokra termelnek majd.